kövess velem, hogy hova vezetnek a köztársasági elnöktől a pedofil hálózat szálai. Novák Katalin regnálása alatt állítólag sokat járt ebbe az épületbe Balogh Zoltán. Balogh 2012 és 2018 között Orbán Viktor minisztere volt, és a magyar állami gyermekotthonokért is ő felelt. K. Endre, a bicskei pedofil segítő jó viszonyban volt vele. És folytatódik. Áder János húga vezette Tarlós István hivatalában azt a főosztályt, ami a bejelentések ellenére sem függesztette fel V. Jánost, a pedofil igazgatót. Áder János még ki is tüntette magyar bronzérdem keresztel. A kitüntetés előterjesztőjét és ellenjegyzőjét is úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Következő. Ebben az időben V. János helyettesek K. Endre is összefonódott az Orbán családdal. K. Endre összebarátkozott Orbán Viktor öccsével, ifjabb Orbán Győzővel, akinek egyesülete birkozó meccseket szervezett a bicskei gyerekeknek. Sőt, a bíróságon az Orbán család céges ügyvédje védte K. Endrét. És tovább és tovább. Ha valaki el tudta intézni egy pedofil kitüntetését, az a kegyelmét is el tudja. Novák Katalin végül kegyelemben részesítette K. Endrét, a többi pedig történelem. Ki az, aki be tud áldozni maga helyett egy EP listavezetőt és egy köztársasági elnököt? Ki az, aki egy személyben dönt minden jelentős kérdésben? Ki az, akinek a neve lépten nyomon előkerül a botrányban? Ide vezetnek a pedofil hálózat szálai. Egyenesen a Karmelitába, Orbán Viktorhoz.